miért tudtak a pásztorkutyák tulajdonképpen divatba jönni, és Magyarországon elszaporodni a keleti pásztorkutyák, vagy a balkániak, és a magyar miért szorult vissza? A kettő összefügg egymással. A pásztorkutyában minden mindennel összefügg, valószínűleg az életben is, csak átláthatatlanul, bonyolultan függnek össze a dolgok. A pásztorkutyák mind az életnek egy egyszerűsített modellje, de ugyanúgy azért még mindig nagyon bonyolultan függnek össze a dolgok, de ugyanúgy összefüggnek. Nagyon nagy probléma például a kuvaszosoknál, a komondorosoknál, nagyobb részüknél, hogy próbálják értelmezni a jelenséget önmagába. Tehát, hogy azért szorult vissza a kuvasz, mert hogy az emberek a divatkutyákra csaptak le, vagy hogy nem elég magyarok, vagy nem vagyunk már eléggé magyarok, és akkor nem támogatjuk a magyar értékeket. És akkor ilyen önostorozó, meg népostorozó, meg mindenféle bűnbakot kereső magyarázatok vannak, amik nem állják meg szerintem a helyüket. Egy komplex helyzetben kell ezt megérteni, és nem értik meg, hogy itt tulajdonképpen egy versenyhelyzet van, hogy ha ezek bejönnek valamilyen oknál fogva, azért jönnek be, mert igény van rá. De miért van igény? Azért van igény, mert nincs kielégítve itthonról. Tehát, hogy azért lett igény a kaukázusira annó, meg azért lett igény később a Közép-Ázsiára, meg most a Kangarra, mert nincs kielégítve ez az igény alapvetően tömbben magyar fajták részéről. Az más, hogy van egy olyan rétege is a keresetek, ami direkt keresi a külföldit, direkt keresi az egzotikumot. Ezt aláírom. De nagyon sok olyan ember van, és én nekem mondom, jelentkeznek rendszeresen nálam emberek, akik szeretnének magyar fajtát, és csak kényszerből választanak nem magyar fajtát, mert annyira gyengék már a magyar fajták ezekhez képest, az ő megítélésük szerint, hogy ő már nem tudja a nevét adni, nem bírja elviselni az udvarán azt a kutyát, inkább választ egy külföldit, de szívesebben választ egy magyart, még nem is kéne azon a minősége legyen, csak ne legyen annyival gyengébb. Tehát olyan nagy már a kontraszt a magyar, egy adott magyar, meg egy jól sikerült nem magyar, mondjuk keleti pásztorkutya között, hogy ő azt már nem bírja elviselni az udvarán. Főleg, ha régen voltak jó kutyái. Tehát, hogy ezeknek a kutyáknak a beáradása tulajdonképpen, meg a divatba jötte, meg a felívelése, az összefügg azzal, hogy a magyar fajták visszaszorulnak. És nem képesek megérteni valamiért a magyar tenyésztők nagy része, akár a kuvaszt, akár a komondort nézzük, hogy ez a fajta tiszta tenyésztés, amit a keletiek nem tartanak be, csak nekünk eladják, az nekik egy szabadság, nekik meg egy korlát. Mert ők viszont betartják. A magyarok próbálják kőkeményen betartani, hogy akkor csak törzskönyvezet, csak az összes, persze most már lazítják azt is. Tehát mindig van, mondom, szabályosítő kivétel. Tehát vannak már törekvések, hogy lazítsák ezt a dolgot, akkor bevenni kutyákat, bétörzskönyvezni. De ez csak a felület. A mélyben az van már nagyon rég évtizedek óta, hogy hát az nem igaz, hogy nincs törzskönyve, az nem érdekes. És a másik a küllem. Ugye a küllem van egy rossz standardjuk, szerintem mind a két standard rossz, a magyar, a kuvasz is, meg a komondor is. Tehát rossz a standard alapjuk, olyanok csinálták, akik nem értenek a pásztorkutyához, akkor innen rossz a kiállítási elvárás. Ugye, akkor nagyon elment a kiállítás irányába, a komondónál meg aztán a szőr irányába. Tehát abban a szőrben nem is lehet megítélni jól egy anatómiát. Tehát az az abszurd a komondor tenyésztésben, hogy amilyen szőrt elvár egy érett felnőtt kutyától, abban a szőrben nem lehet bizonyos nagyon fontos testtájákat megítélni. Tehát teljesen nonsens, és az az elképesztő, hogy tenyésztők, felnőtt emberek ezt beveszik, ezt próbálják működtetni, miközben nyilvánvalóan teljesen nonsens. Hát hogy akarod megítélni, hogy olyan szőrt köztél, hogy nem látod? Aztán nem beszélve, nem is akarok belemenni olyanokba, hogy olyan abszolút követelmények, amit a faroktartásban abszolút követelmény van, hogy amikor először hallottam, hogy ide kirázott. 200 és 300 között van a kuvaszkölykök, született törzskönyvet kuvaszkölykök száma Magyarországon. Hát nekünk van egy nagy falunk ott Csíkba, úgy mondjuk Csíkszentdomokos, hát abban a faluban körülbelül ennyi pásztorkutyakölyök születik egy évbe. Magyarországon, az egész országban annyi kuvasz kölyök születik, mint nálunk egy nagy faluba, tényleg nagy a falu, de nem város. Annyi kuvasz kölyök születik Magyarországon, mint amennyi nálunk egy nagy faluba ilyen mindenféle keverik pásztorkutyakölyök. Miről beszélünk? És nem az jutott ide, mert rossz volt az időjárás, mert közben más fajtákból meg rengeteg kölyök születik. Tehát elvesztettek egy versenyt, amiben ők előnnyel indultak, mert itt voltak. És úgy tüntetik föl, mintha hát ez nem a mi bánk, így alakult a dolog, de attól mi nagyon jó vagyunk, mi nagyon jól csináltuk a dolgainkat. Csak éppen most itt tartunk, hogy ebből a populációból nem lehet pásztorkutyát tenyészteni. Tehát évi 200-300 kölyökből, ami egy faluba születik nálunk, nem lehet pásztorkutyára szelektálni. A lövésük sincs a populáció genetikáról, és arról, hogy milyen összetett egy pásztorkutya. Ha kettőt összerakod, akkor tudod,
hogyha ilyen sok szempontból kell szelektálj, ilyen sok tulajdonságra kell szelektálj, és csak ekkora populációra rendelkezésre, ez képtelenség, genetikai képtelenség. Tehát 2-300 kölyökből ezt nem lehet csinálni. Amíg zajlott ez a küllemre tenyésztés, és ennek a lejtője, és a lejtmenete, és egyre rosszabb lett a helyzet, és ugye leteszteltünk 2006-ban valami 20 körüli kuvaszt, amiből 2 volt, ami jól megállt, illetve még plusz aztán 1, amelyiket én teszteltem így külön le, aminek nem volt törzskönyve, és aztán nem is került be a tenyésztésbe. A többi az mind megbukott, de volt, amelyik nagyon gyalázatos módon bukott, meg Komondorban is, meg kuvaszban is. Tehát olyan hely is volt, azt levideóztuk, az megvan, hogy azt hiszem, hogy 5-6 nagy felnőtt komondor van benne, nagy területen. Először bemegy a srác bundába, és akkor annyira nem mennek a komondorok a közelébe menni, 5-ön vagy 6-on, hogy elkezdi levenni magáról a bundát. Végül leveszi a bundát magáról, leveszi a sisakot, leveszi a fölsőt, és ott mozog közöttük, aztán csak a nadrág van rajta, a bunda nadrág, és ugyanúgy nem mennek a közelébe. És erről van videóm is. Amiről nincs videóm, az utolsó este csináltuk már későn, az utolsó helyet, hogy megálltunk a kocsiban, megcsináljuk sötétben is, még ha nem is lesz videónk róla, de legyen megcsinálva, már idáig eljöttünk, és akkor amíg mi a bundával vacakoltunk, a kocsiból szedtük ki, addig a Veszeli Péter odament a kapuhoz, és belerugott, ott ugalkodtak a komondorok, ott is volt legalább 5-6 kutya. Ott belerugott kétszer a kapuba, és a kutyák mind a verebek visszarebbentek egészen be az udvarnak a belsejébe, és többet elő sem mertek jönni egészen a kapuig, amíg ő ott állt. És akkor nevettünk ott a szegény Nagy András, aki finanszírozta az egészet, és hát ő volt a komondoros közöttünk, ő szerette a komondorokat, és ő szerette volna látni, hogy mi van, és mit lehetne kezdeni ezzel az állománnyal. Hát ő már sírt is, meg nevetett is, hogy és akkor már föl se vettük, már hát mit vegyünk föl rajta. De ilyen is volt, hogy elég volt belerúgni a kapuba, és visszarebben több komondor is. Tehát és amikor ezt láttuk, hogy ilyen rossz irányba megy a dolog, és ezt kezdtük publikálni, ugye, és honlapon, meg újságcikk is jelent meg, akkor megkeresett minket a kuvaszos nagy Szabó István, meg Böllöni Boton, meg a Fekete György, hogy már nem tudom milyen sorrendben, meg hogy volt, mert már rég volt, 15 évvel ezelőtt volt, de a lényeg, hogy ők helyeznének vissza kutyákat, és a nyáj mellé, és akkor került valaki, azt hiszem Puskás Ferenc, aki ezt úgy elkezdte szervezni is, és a lényeg az ebben az egészben, hogy abban az időszakban, amikor mi éppen hát borasztó módon lelepleztük a magyar pászer kutyatenyésztést, pont abban az időszakban elindult egy nagyon jó folyamat is elindult. Talán ennek hatására, vagy egy időben ezzel a lényeg, hogy ez így nagyon összetalálkozott a két jelenség, hogy mi lelebbentettük a fajtatot, itt nagy baj van, és ők ezt elkezdték korrigálni, hogy ők a Puskás Ferenc szervezésében, aki tulajdonképpen egy elméleti kutyás, nem tudom, valahol volt-e kutyája, de amikor ezt szervezte, nem volt kutyája, nem is lakott olyan körülmények között, kutyája lehetett volna, tehát egy ilyen elméleti típusú ember, aki szerette a kovaszt, volt valamennyi felkészültsége hozzá, nem tudom, milyen állattenyésztő, vagy környezetvédő, valamilyen hasonló mérnök lehetett, és akkor úgy érezte, hogy ezt meg kéne szervezni, és el is kezdte szervezni, és mellé állt, vagy összetársult a Böllöni Botonddal, meg a Szabó Istvánnal, akik viszont gyakorló tenyésztők voltak. Több kutyájuk is volt, jó tenyésztők voltak, küllemi tenyésztők, szép kutyákat tenyésztettek, és akkor úgy gondolták, hogy ennek véget kell vetni, hanem tényleg ki kell a kutyákat próbálni, és akkor már mindjárt nem csak a bundás tesztre való kutyákat kell tenyészteni, mert az tényleg csak egy nagyon szűk része a pászer kutyaságnak, bár fontos része, és amíg ebben se jó, akkor aztán mit várjunk a többitől, de akkor ők már egyből úgy gondolják, akkor csináljunk megint pászer kutyákat. És akkor elkezdtek, hát Szabó István elmondása szerint legalább 50 kutyát helyeztek vissza. Csak ők a saját költségükön, és ez egészen impresszív volt, hogy ez így elindul, és én baromi kíváncsi voltam, hogy ebből mi fog kibomlani, és hogy mi tud ebből kijönni, de hát elképesztő volt látni azt, hogy a kuvaszos, a másik társaság a kuvasz, mert ugye ez egy intézmény volt, eleve a kuvasztenyésztés, egy klub volt, egy egyesület volt, ők ebben egy páran voltak, de a többiek ezt elkezdték megtorpedózni, elkezdték fújolni, elkezdték szidni, elkezdték ócsárolni, vagy lebecsmérelni, vagy egyáltalán csak lesajnálni, hogy
Ez egy elavult dolog, ez a pásztorkutya dolog, ennek már nincs értelme, akkor tényleg nem volt medve, nem volt farkas Magyarországon, mire használnánk, amúgy is ezek túl kemények a pásztorok, túl durvák, nem valók civilizált élethelyzetben, hogy mit akarjátok ti ezt a régi elavult atavisztikus dolgot, miért akarjátok ti visszahozni, mikor az, ami van, az nagyon jó. Nekünk megvannak azok a régi fórumos viták, ahol szidják ezt az egészet, és ezek az emberek érezték a bőrükön, milyen nyomás alá kerülnek a klub nagyobb részéről, mert ők valami eretnekséget akarnak azzal, hogy megint pásztorkutyát szerettek volna tenyészteni. Nem egy szép fehér kutyát, vagy nem egy okos fehér kísérő kutyát, hanem igazi magyar pásztorkutyát. És abban a pillanatban, hogy az állam megjelent, nem tudom miért, hogy véletlen egybeesésben, ezeket nem látom át, de hogy az állam megjelent azzal, hogy Hungarikumnak nyilvánította, ebből pénzt lehetett remélni, azonnal megtörtént az átállás, és elképesztő volt látni, hogy azok, akik addig csinálták, úgy nézett ki a dolog, hogy ma most ők megkapják a maguk is segítségét az államtól. De nem ez történt, és azt mondják, hogy ez nagyon tipikusan magyar, nem az történt, hogy azok addig a saját forrásaikból ezt próbálták csinálni, jó-rosszul, nem tudom megítélni mennyire jó, mert azt a hibát ők is elkövették, hogy nem avattak be engem sem, meg más sem, hogy itt mi történik pontosan, és ezt nemrég volt beszélgetésem velük, és megint csak elmondtam újra-újra, hogy be kellett volna avassatok engem is, meg másokat is, akiknek valamelyes szinten véleményformáló súlyuk van a pásztorkutyázásban, azokat be kellett volna avassatok, hogy mi történik, mert mivel ezt nem tettétek meg, mindenféle rossz indulatú pletyka is el tudott indulni, ami ellen én nem tudok megvédeni benneteket. Mert én sem láttam soha azokat a kutyákat. De ők megpróbálták legalább, elvitték a kutyák ott voltak, és őket kellett volna az államnak megtámogatnia. De nem tudta az állam őket megtámogatni, talán nem is akarta, mert az a társaság, aki addig csinálta a kísérőkutyát meg a küllemkutyát, azonnal betolakodott, mint intézmény. Hát mi vagyunk az intézmény. És a harmadik dolog, ami ehhez még kapcsolódik, amit már többször is elmondtam, hogy csak talán nem nyilvánosan, hogy nagyon érdekes jelenség ez a világban, hogy azok az emberek, akik értenek magához a dologhoz, mondjuk a kutyázáshoz, és beleássák magukat, és csinálják szívvel, lélekkel, és lelkesmerettel, és megszállottsággal, azoknak nincs idejük, energiájuk, de kedvük se, és tehetségük se ahhoz, hogy marketingeljék azt, amit csinálnak, hogy befutassák, hogy intézményesítsék, hogy hivatalossá tegyék, hogy megkapják rá az állami pénzeket. Nincs tehetségük erre. Ők a dologgal vannak magával elfoglalva. És mindig megjelenik egy olyan társaság, akárhol, bármilyen szinten, aki nem ért a dologhoz, nem köti le maga a dolog, csak valamit tud róla, valamit összeszed gyorsan, összekapkod róla, és ő viszont teljes erővel bejelentkezik mindenféle marketing tevékenységgel, mindenféle állami támogatás irányába, és nagyon jól csinálja. És mivel az állam oldalról nincsenek szakértők, nem tudják eldönteni az állam oldalról, hogy ki az, aki valóban ért hozzá, nyilván annak fogják adni a támogatást, aki el tudja velük hitetni, hogy ért hozzá. És itt abszolút ez történt. És ezt azok, akik elkezdték csinálni, annyira, mivel nem tudtak semmit ellene csinálni, annyira megundorodtak, hogy kiszálltak a játékból. Ott hagyták az egész terepet. Csovább csökken a kovasznak a népszerűsége, főleg ezekkel a keleti pásztorkutyákkal kapcsolatban. Mint pásztorkutya sem lehet egyelőre azt mondani, hogy oké, valami visszaállt, valami megoldódott, valami elindult jó irányba. Egyszer elindult jó irányba, de meg is rekedt. Ráadásul ezt még hadd mondjam el, hogy megint a magyar viszonyokra jellemző módon ők maguk is meghasonlítottak egymással. Tehát ez a három ember, aki tudtommal elkezdte ezt a visszahelyezést, is meghasonlított egymással a két gyakorlati kutyás, a két tenyésztő, akik tényleg tenyésztettek kutyákat, tényleg kutyás, igazi dogmenek, azok meg a összeütközésbe kerültek az elméleti kutyással, a Puskás Ferenccel, aki azt az egészet koordinálta, aki ennek az egésznek adott egy ilyen formátumot. Nem tudom, hogy miért történt ez, nem is érdekel különösebben. A tény tudom, hogy összeütközésbe kerültek, a kooperáció megszűnt közöttük, és aztán, ha nem is volt már lehetőség, hogy visszanyomuljanak ebbe a pozícióba, és visszaharcolják maguknak azt az egész feladatot, ezt a küldetést, mert ők maguk is fölelengedték ezt a dolgot. Mint hogyha ilyen átok lenne ez az egész dolgon, hogy egyrészt egy eretnek csoport elkezdi, a többség ezt tagadja, amikor megindulna rá esetleg egy állami támogatás, amitől be lehetne robbantani az egészet, akkor benyomulnak azok közé, akik tényleg komolyan akarták csinálni, és akik komolyan csináltak, ők maguk is meghasonlanak egymás között. És itt szerintem itt lett vége, számra itt vége van a történetnek, ők lehet, hogy úgy próbálják érzékeltetni, hogy még zajlik ez a történet, de számra itt vége van a történetnek egyelőre.
A Commodore-nál az az érdekes, hogy megindult az analóg folyamat, mint a kuvasznál. A Commodore-nál is a Nagy András, meg a Fésűs Karcsi, ők elkezdték ezt valamilyen szinten forszírozni, akkor vigyünk vissza a kutyákat, de ők eleve kevesebben voltak, ott csak a Fésűs Karcsi tenyésztett kutyát, de ő is csak kis számban, tehát ők sokkal kevésbé rendelkeztek eszközökkel ehhez, kisebb léptékben indították el ezt a visszahelyezés, a nyáj mellé helyezési programot, és szerintem a Commodore-ok még kevésbé voltak képesek en blokk általában arra, hogy pásztorkutyaként helytálljanak, úgyhogy az viszont csúfosan bebukott, a Commodore visszahelyezés, tehát ott minden Commodore szerintem megbukott, és egyről még csak valami képeket a múltkor véletlenül felsodort a Facebook, hogy ott vannak jók között pár Commodore, de én ezeknek nem hiszek, mert ki lehet vinni pár Commodore-t, bárhol is le lehet fényképezni. Tehát én szeretném azt, hogyha valaki azt mondja, Laci, gyere, ülj be a kocsiban, menjünk ki, nézzük meg, ez a nyáj mellett itt vannak a Commodore-ok, csak ők őrzik. Van vad, van farkas, van medve, ők meg tudják őrizni, mert ez lenne számomra egy eredmény. Az nem eredmény, hogy van egy falka kutya, és köztük ott van két Commodore, vagy két kovasz, ez nem eredmény. Mert ezt is próbálják meg adott esetben eredményként fölmutatni. Főleg egy ilyen nyomorúságos helyzetben. Mit csinál az a két kutya? Lehet, hogy csak azért tartják, mert fajta tiszták. Lehet, hogy emlék fajta tiszták már rég nem lennének ott. Hát én látom, ugyan csinálják a kanga, csinálják a kaukázusival, hogy mivel fajta tiszta, megtartják, de tulajdonképpen már legyintenek rá, arra nem jó, de jól néz ki, meg jól el lehet adni a kölykeit. Tehát, hogy ez nekem nem eredmény, hogy pár kutyát ott lefotóznak, vagy én menjünk ki, nézzük meg. Videózó, ott már egész nap kísérik a nyájat, megőrzik, nyugodtan rájuk lehet éjszakára bízni, egy falka, Commodore, egy falka, kovasz. Akkor azt mondom, oké, igen, ez el van fogadva, ez el van ismerve, ez már egy eredmény. De ez nincs meg. Ez így ebben a formátumban én azt mondom, hogy ez már egy eredmény, ez így nincs meg. Hogy ennek vannak töredékei, azt el tudom fogadni. De hogy ez mire elég, szerintem nagyon kevésre. Ez nem meggyőzés. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezzel aztán be is tudom fejezni ezt az egész fajta körképet, ami hangsúlyozom, és szeretném, ha benne lenne, benne maradna az interjúban, a beszélgetésben, hogy egy vázlatos, töredékes, rapszodikus ilyen ötlet, ahogy jöttek az ötletek a fejemben, nem összerendezett ezt, ebből egy egész könyvet lehetne csak írni, egy nagyon vastag könyvet, hogy különböző fajtáknak a problematikája, magának a fajtának a problematikája, a magyar fajtáknak, tehát ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult dolog, én amit most itt beszéltem, ez egy ilyen kicsi exaltált, kicsi kapkodó gondolatok, ahogy így kavarognak a fejembe, úgy gondolom, igazak önmagukba, jobban is lehetne rendszerezni őket, még meggyőzőbbé lehetne fűzni, ha lenne idő rá komponálni, de a lényeg az, hogy így látom ezt a fajta körképet, amit megint hangsúlyozok, hogy a fajtát csak idézőjelesen fogadom el, nem hiszek a fajta tiszta tenyésztésbe, a fajta tisztaság fogalma genetikailag kétes fogalom, genetikusok nem is használják, populációról beszélnek, alpopulációról, illetve fajról, alfajról. De fajtáról nem, az egy önkényes statisztikai dolog, a fajta tisztaság nagyon könnyű használni a tenyésztésben, nagyon könnyű a fecsegés szintjén úgy tenni, mintha tudnánk, hogy mit jelent, de igazából egy kétes dolog, tudományosan nem exakt jelenség, úgyhogy mindenféle bond van ezzel a dologgal, gyakorlatban is, a nyelvhasználatban is, terminológiailag is egy kétes, problematikus fogalom, de ha mégis használom, és azt mondom, hogy csinálok egy körképet a fajták, mint populáció, kaukázusi populáció, ami igazából esetleg Nagadzi, vagy közép-ázsiai populáció, ami esetleg alabaj, vagy kocsidog, vagy a karabas populáció, vagy a anatóliai pásztorkutya, ami esetleg kangal, vagy karabas, vagy akbas. Tehát ha így elfogadom ezt a pongyola köznépi megnevezést, akkor ha végigmegyek a fajtákon, ez a általános kép, amit én érzékelek, és ami a lényege, hogy ezek beáramoltak ide Magyarországra, meg általában Európába, és visszaszorították a már meglévő pásztorkutyákat, nagyon lejjen, ilyen nevetségesen kis létszámra szorították vissza, és ennek megvannak az okai, persze ez evidens, de az okok, azok a hibák a tenyésztésben, a fajta tenyésztésben elkövetett hibák, az, hogy a keletiek csak tolják a fajta tisztaságot, mint marketinget, de ők maguk nem műzik, ezért jobb kutyákat tudnak csinálni. A nyugatiak, mint például a Commodore, meg a kuvasz, akik ezt próbálják betartani a fajta tisztaságot, de ez olyan, mintha láncba akarnál versenyt futni valakivel, akinek nincs lánc a lábain. Tehát saját magukat békjózzák meg, saját magukat hozzák handicapes helyzetbe. Tehát ezek a fő erővonalai, amik itt alakítják a dolgokat, hogy ezek nagyon jó marketinggel jönnek, keverik őket,
és fajtatisztaként adják el. Ezeket fajtatisztaként próbálják futtatni, de az egy lehúzó erő, az egy korlátozó erő, ami egyre jobban beszűkíti a mozgásterüket, egyre kevésbé lesznek népszerűek, egyre kisebb lesz az alomszám, a populációszám, és egyre kilátástalanabb lesz ezekből visszajönni pásztorkutyaság irányába. És ezt látom egy ilyen nagy harcnak, egy ilyen nagy erőknek az egymásnak feszülésébe. Pluszban meg a magyar oldalról az, hogy megindultak próbálkozások jó irányba, nagyon jó irányba, nagyon támogatható irányba, hogy visszahelyezzünk oda Székelyföldre kutyákat, amin optimális környezet lenne nekik, megfelelő támogatással, megfelelő anyagi erővel, megfelelő erkölcsi támogatással, amiket a másik, a mindenfajtában a többség először lehurrogott, aztán most mellé állna, de aztán, amikor mellé áll, mégsem csinálja, mert nincs meg hozzá a szakértelme, nincs meg hozzá az eltökéltsége, tulajdonképpen a pénzre játszik, a pénzt akarja behúzni belőle, nem a szenvedély viszi, hogy na végre tudunk csinálni igazi pásztorkutyát, hanem opportunista módon, jaj, most a pásztorkutyák, jön a pénz, akkor pásztorkutyázunk. És a keleti, ami bejön, ami azt, hogy jó, akkor ez gyenge, akkor az gyenge, akkor mondod, bukjon el, jönnek a keletiek, mert azok jók, de azok se jók, mert ott ugyanúgy zajlik egy másik típusú folyamat, hogy csak viador, csak kiállítási, vagy csak őrzés, és akkor meg azért hiába győz esetleg, az én szemben nem győz a keleti pásztorkutya se a kuvasz meg a komondor fölött, mert egyszerűen csak elkorcsosul, és mind üzlet lesz nagyobb volumenű, de mint pásztorkutya ugyanúgy elbukik. Tehát a keleti pásztorkutya az itteni tenyésztési rendszerben, a fajta tenyésztésben, a kiállítósdiban, az intézményes tenyésztésben ugyanúgy elbukik, mint a kuvasz meg a komondor. Csak ő nem létszámba bukik el, hanem minőségbe. A kuvasz meg a komondor lehet, hogy minőségbe is elbukik, meg létszámba is elbukik. De egy ilyen játszma folyik itt, aminek minden oldalról szerintem csak hosszú távon vesztesei lesznek. Miközben, és ezt megint hadd mondjam el, van egy olyan vidék, egyelőre magyar lakta vidék, ahol ezt, ennek megállt lehetne parancsolni, újra lehetne, egy új kezdést lehetne generálni azzal, hogy oké, ott van ez a terület, játsszuk meg, toljunk bele megfelelő pénzt, tegyünk valakit felelős érte, de felelős érte, nem az, hogy majd valamit csinál belőle, és egy ilyen laikus által kiírt pályázatnak te feleljél meg. Hát az bárki meg tudja csinálni. Ne, komoly eredményeket várunk el, legyen kivitelező, legyen felelős érte, és esetleg meg lehetne folytani ezt a trendet. És lehetne valami szépet alkotni, valami elevent, aminek van funkciója. És ugye egyre itt a Magyarország, és ugye most már bekerültek a farkasok, a sakálok, már itt-ott van, már Kókán láttak medvét, meg még ki tudja hol. Miskolcon. Tehát, hogy már Miskolcon is. Tehát tulajdonképpen, mintha az élet készíteni elő, hogy oké, csináljátok ott meg, majd hozzátok ide-vissza a Székelyföldről, mert itt is majd lesz funkciójuk. Ugye itt is van már medve, itt is van már sakál, itt is van már farkas. Tehát egy kicsit úgy érzem, most lehet, hogy ez is arrogánsnak fog tűnni csak a másik oldalról, hogy mintha nekem dolgozna az élet, hogy behozza ide Magyarországra ezeket a vadállatokat. Kóbányán Miskolc mellett már láncról viszik el a kutyákat a farkas. Igen. Tehát, hogy eddig 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, amikor ezek a vitákat folytattuk, kár, hogy ezeket így nem lehet könnyen megjeleníteni, hogy a régi netbordos fórumon, amikor mentek, hogy én ezeket már 15 éve mondom, hogy kell a jó pásztorkutya, jó dolog a pásztorkutya, az klassz, meg megvan a funkciója. És akkor nevettek rajtam azok az emberek, akik ma ott állnak az állami pénzért, hogy igen, csináljunk pásztorkutyát. És akkor lesajnáltak, hogy dehogy, hát ez egy elavult dolog. Ez vége ennek. De mit gondolsz el? Hol élsz te? És most még itt van ez a helyzet, és lehet, hogy ez meg fog változni, de lehet, hogy nem fog megváltozni, és akkor ezt meg lehetne szépen játszani. És meg közben meg megy ez a sár iszap birkózás ebben a szűk kis keretek között, ugye, ha úgy képzelem el, a fajta tenyésztés és a nyugati intézményes tenyésztésnek van ez a szűk kis kerete, és abban megy, ugye, hogy a kutyát is berakod egy kis helyre, vagy állatokat, és egy idő után sár lesz ottan. Tehát annyira szűk ez a terep, hogy tulajdonképpen a sok tülekedő ember az üzletér, a presztízsér, az elismerésért tülekedő ember csinálott egy ilyen sárt, sárra tapossa a talaját, és ilyen sárbirkózássá, iszabbirkózássá válik az egész. Stílusosan nevezhetünk sárhegynek is. igen, sárhegy. Tehát, hogy zajlik egy ilyen iszabbirkózás, egy ilyen szűk keretek között, miközben azt lehetne, hogy nyissátok ki a kapukat, gyertek ki, gyep van, sokkal nagyobb a tér, sokkal jobb a levegő, nem kell iszabba birkózni, csináljunk jó pásztorkutyákat, tenyésztünk jó pásztorkutyákat. Ez egy szép dolog, ez szép kívás, nehéz dolog, pont ezért szép, és ahogy a Nagy András barátom mondta, amikor
az legyen ez a végszó, amikor a Veszeli Péter odament a este későn, egész nap teszteltük a kutyákat, a saját a Nagy András költségére jártuk az országot, és sikerült vagy 40 komondót így letesztelnünk, és az utolsó társaság, amikor a Veszeli Péter odament és berögött a kapuba, és azok visszarebbentek be az udvar mélyébe, akkor Nagy András azt mondta, amikor beültünk a kocsiba, hogy na, látjátok, innen szép nyerni. Így ültünk a Veszeli Péterrel, és nem tudtunk se, annyira fején találta a szöget a srác, hogy az innen szép nyerni. És most én is ezt kell mondjam, hogy tulajdonképpen innen szép nyerni. Annyira mélyen vagyunk, annyira, hogy ennél már nincs is, nem is lehet lennebb menni, szerintem. Kóvasz Kondorba, szerintem, ha ennél már lennebb menjünk, akkor már kipusztult. Akkor már kipusztult. Tehát ez az a pont, ahol azt mondom, hogy nincs tovább lennebb, nincs mélyebben, és innen szép nyerni, de nem csak a Kovasz Kommandornál, hanem a keleti pászerkutyáknál is. Tehát olyan szinten működnek ezek az erők, ezek a pászerkutyát elkorcsosító erők, olyan erővel, hogy esélytelen, ha nem csinálunk valamit. De ha elkezdünk valamit, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ha innen megcsináljuk, akkor innen tényleg szép lenne nyerni. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen, igazán! Érdekes volt.